Szíriában amerikai légicsapás végzett Osama bin Laden egyik legközelebbi bizalmasával. A kuvaiti származású terrorista valószínűleg előre tudott a 2001. szeptember 11-i merényletekről. Közben Olaszországban és Spanyolországban is elfogták az Iszlám Állam terrorcsoport néhány tagját. Ezeket a tunéziai és pakisztáni férfiakat vette őrizetbe az olasz rendőrség. A két bevándorló tartózkodási engedéllyel élt Brescia városában. Internetes levelezésük és telefonbeszélgetéseik alapján merényletekre készültek katonai létesítmények ellen. Fotókat is készítettek Milánó és Róma nevezetességei előtt az Iszlám Állam uralmát hirdető feliratokkal. A dzsihadisták az év elején ezt a képet tették közzé, amelyen a római Kolosseumon az Iszlám Állam zászlaja lobog. A terrorcsoport felszólította híveit, hogy foglalják el Rómát. A veszélyt a hatóságok komolyan veszik. Sajtóhírek szerint a terroristák a nigériai maffiától vásárolnak fegyvereket, amelyeket szétszerelve csempésznek be Olaszországba. A spanyol rendőrség is őrizetbe vett egy dzsihadistát Melillában, az észak-afrikai spanyol enklávéban. A férfi nőket toborzott az Iszlám Állam számára, és propaganda videókkal is ellátta őket. Spanyolországban éveleje óta a terrorcsoport mintegy 500 tagját fogták el. Közben a török hatóságok DNS vizsgálattal azonosították a hétfői 32 halálos áldozatot követelő merénylet elkövetőjét. A 20 éves török férfi két hónappal ezelőtt csatlakozott az Iszlám Államhoz. Vizsgáljuk a gyanúsított hazai és külföldi nexusait, de nyilvánvaló a kapcsolat az Iszlám Állammal, jelentette ki a török kormányfő. A nemzetközi közösség sikert is elkönyvelhet a dzsihadisták elleni harcban. Szíriában amerikai légicsapás végzett Osama bin Laden egykori bizalmasával. A 34 éves Muhsin al-Faqdi egy al-Qaida tagokból szerveződő csoport vezetője volt, és azzal vádolják, hogy részt vett amerikai és európai célpontok elleni terrortámadások szervezésében.